51 résztvevővel mintegy 122 minta érkezett az idei borversenyre. A Dombovári Kertbarát Egyesület idén szervezte meg 32. alkalommal a megmérettetést. Ezúttal 53 fehér, 52 vörös, 16 rozé és egy gyümölcsbor érkezett a mustára. Kovács János, az Egyesület elnöke elmondta, a 2015-ös esztendő az időjárás szempontjából rendkívül kedvező volt, így jobbnál jobb borok kerültek a bírák elé. A szakszerű borbírálat több lépcsőben zajlik. Először is körülbelül egy deciliternyi mennyiséget töltenek a töltögetők a pohárba, megvan a kóstolási sorrend, mindig a fehér borokkal kezdünk, aztán haladunk a száraz boroktól az féléres édes borok irányába, a rozé borokkal történik a folytatás, és utána pedig a vörös borok kerülnek bírálatra. Számos dologra kell figyelniük a bíráknak, tette hozzá. Először a borbíró mindig megnézi a bor tisztaságát, fényét, és hogyha ezt rendben találja, akkor illatmintát vesz belőle. Ha az illatminta is rendben van, tehát egy intenzív illatmintát érez a bíró, esetleg egy domináns illataromával, az már arra enged következtetni, hogy egy nagyon jó borral állunk szembe. Majd a kóstolás következik, aminél például az sem mindegy, hogy milyen típusú pohárból ízlelik a bort, vagy éppen meddig töltik azt. Az ideális pohár ugyanis kehely alakú ólomkristályból készült, és vékony falú, ebben a bor színe és illataromája is jól nyomon követhető. És a kóstolási hőmérsékletnek is fontos szerepe van a szakszerű bírálatnál. Az, hogy hány fok ideális a nedűk kóstolásánál, az boronként változik. Egy biztos, hogy túlhűteni nem szabad, ugyanis az illatanyagok 5 Celsius fok, a zamatanyagok pedig 8 Celsius fok alatt nem érvényesülnek. A borban különböző fűszerek, különböző ízeket érzünk, gyümölcsízeket, fűszerízeket, egyebeket, és ezeket kell tudni beazonosítani, és hogyha ezek gazdagon jelen vannak a borban, azok a kiváló minőségű borok. Az italok mellett az asztalokon helyet foglaltak rákcsálnivalók is, köztük sajt, dió és kifli, melyeknek szintén nagy szerepük van a szakszerű bírárat során. Ugyanis több bor kóstolásánál ahhoz, hogy különböző aromák ne keveredjenek össze, két kóstolás között ezekből falatoznak, így könnyen el lehet különíteni a zamatokat. Az, hogy ki lesz az év borásza, vagy ki kapja az év fehérbor, illetve vörösbor termelője díjat, február 27-én az eredményhirdetésen kiderül.